Három magyar előadó is szerepel az áprilisi nemzetközi világzenei toplistán. A Babra a lengyel Megicával a 7., Lakatos Mónika és a Romengo a 12., Cserepes pedig a 19. helyre került. A magyar Babra és a lengyel Megica közös munkája, a Razem 12 pozíciót lépett előre a múlt havi helyezéséhez képest, Lakatos Mónika és a Romengo Fók utcája hónapok óta szerepel a Top 20-ban, ahová most először került be Cserepestől a Naktmusik című lemez, amelyet a Fonó Records gondoz, olvasható a Mekeon. A World Music Charts Europe zsűriében mintegy 25 ország 50 világzenei rádiós szakembere értékeli az elmúlt hónapokban megjelent albumokat, a kiválasztott lemezek közül sokat játszanak is a rádiók. Az áprilisi listát a boszniai Divahana vezeti Zavrclama című lemezével, a második helyre az izraeli jemeni Elkhat Albat Alvi OP 99 című korongja került című anyaga. A magyar Babra és a lengyel Megica egyaránt a közép-kelet-európai zenei hagyományt értelmezi újra, és mindkét zenekar védjegye egy női bőgős énekes. A Razem című albumot a Magas Tátrában rögzítették, anyaga autentikus népzene délszláv, gorál és magyar tradíciókból válogatva. A Babra, amely a 2020-as Vomex Showcase színpadán is fellépett, Tóth Veronika vezetésével 2014 óta tolmácsolja az életörömmel átitatott, táncra hívó délszláv zenét, melyet a tamburák hangja tesz egyedivé. Malgorzata Babiarz Gorál énekes a Megica dal és szövegírója. A Fók utca februárban a harmadik helyen állt a WMCE listáján, korábban az idén Kossuth díjjal kitüntetett Lakatos Mónika szólóanyagával, a Romanimóval is szerepelt a top 10-ben. A tavaly decemberben megjelent Fók utca a csapat önazonos, olá cigány hagyományokban gyökerező mindennapjait örökíti meg. Kallós Zoltán részben elfeledett gyűjtéseit használta alapanyagul Naktmusik című albumához Cserepes Károly. Az eredeti archív felvételeket nagyvárosi környezetbe helyezte, így hozva közel időben és térben hozzánk a hagyományt és a régieket.